Köszöntöm nézőinket! Önök a Tolnatáj televízió híradóját látják, Vig Gabriella vagyok, fő témáink néhány mondatban. Lámpások világították meg az iskolák auláját. Mártonapi ünnepség a Dombóvári Evangélikus Iskolában. Az újbor ünnepe. Aki újbort nem iszik, egész évig szomjazik. Egészséghónap. Szűrővizsgálatok Tolnán. Idén is kiosztották a Molnár Józsefné díjat. A Család és Gyermekjóléti Központ szakmai vezetője vehette át. A hagyományokhoz híven idén is megrendezte Szent Márton napi programját a Dombóvári Evangélikus Általános Iskola és Alapfokú Művészeti Iskola közössége. A rendezvény színes programokat kínált az iskola diákjainak, szüleinek és minden érdeklődőnek. A lámpás felvonulás sem maradhatott el. A mai napig sok helyen él még az a mártonnapi hagyomány, miszerint a libasült előtt lámpionos felvonulást tartanak. Ennek a mártonnapi szokásnak az eredete Márton és a koldus találkozása. Ezt a hagyományt elevenítik fel már évek óta Dombóváron az Evangélikus Általános és Művészeti Iskolában is. Az iskola aulájában november 10-én együtt ünnepeltek kicsik és nagyok. Kulturális programok, kézműves vásár, táncház színesítette a napot. A főszerep mégis a lámpionos felvonulásé volt, amit a rossz idő miatt az iskolában rendeztek meg. November 11-e Márton napja, és iskolánk több mint 20 éves hagyományt ápol azzal, hogy a Márton napi jeles napot vagy népi hagyományt azt mindig megünnepli. Az iskolának van egy német nemzetiségi tagozata, ennek keretében ápoljuk ezt a jeles napot és ezt a programot. Évről évre mindig megemlékezünk, táncházunk van, kis zsíros kenyérpartink, libatöpörtünk és lámpás felvonulásunk. Az idei évben úgy terveztük ezt az egészet, hogy nyitunk a város felé, mellénk állt a város vezetése, mellénk álltak óvodák, iskolák, és kinyitottuk ezt a rendezvényt a város számára. Vannak itt óvodai kis csoportosok, óvónénik, más általános iskolák, rengeteg szülő van ma, és hát úgy terveztük, hogy ez az iskola körüli rendezvény lesz. A művelődési ház előtt raktunk volna ki lámpionokból, keresztből egy igazi Luther rózsát, egy fényjátékkal, amit aztán a gyerekek és a vendégek állnak körbe, és ezt felülről fotóztuk volna. Ez egy nagyon szép látványkép lett volna. Sajnos az égiek ma nincsenek velünk, úgyhogy ezt az egész rendezvényt itt kell megrendeznünk az iskola keretein belül. Magyarországon a mártonnapi szokás felelevenítése leginkább a német nemzetiségű települések, iskolák, óvodák és egyházközösségek szervezésében történik. Ilyenkor a családok az utcákat járják a maguk készített lámpásokkal, miközben mártonnapi dalokat énekelnek. Egy teljesen kigyulladt busz oltási munkálatainak idejére lezárták a 6-os főutat Dunaföldvár térségében, közölte a Tolnavár megyei rendőrfőkapitányság. Azt írták, hogy a főút 85-ös kilométerében gyulladt ki a menetrend szerinti busz. A járaton 10 utas és a sofőr tartózkodott, akik épségben elhagyták a járművet, tették hozzá. A katasztrófa védelem azt közölte, hogy a Dunaújvárosi és a Solti hivatásos, valamint a Dunaföldvári önkéntes tűzoltók 3 vízsugárral oltották a lángokat. A mentési munkálatok pár órán belül véget értek. Tolnavár megye útjain az elmúlt hétvégén 5 sérüléses és 7 anyagi káros balesetnél intézkedtek a Tolnavár megyei rendőrfőkapitányság kollégái. 3 esetben ittas volt a sofőr. Szekszárdon a Polák utcában autógázolt el egy gyalogost, aki könnyebben megsérült, nem is akart rendőri intézkedést. Mint kiderült, a busz pályaudvar irányából a MÁV pályaudvar irányába átkelni szándékozó asszony ittas volt. Pár perccel később Pakson is történt egy gyalogos gázolás. A zebrán egy autós elütötte a neki arról jobbra szabályosan átkelő nőt, aki először a motorháztetőre, majd az úttestre esett. Az elütött asszony könnyebben megsérült. Őcsény térségében egy ismeretlen jármű a szalagkorlátot megrongálta, majd a sofőr adatai hátrahagyása nélkül távozott. Dombóváron egy elinduló kocsi nem adott elsőbséget a mellette elhaladónak, így összeütköztek. A hatóságok továbbra is a szabályok betartására szólítanak fel annak érdekében, hogy mindenki épségben hazaérjen.
Márton napjára már kifort az új bor. Dogon is szerint a bornak Szent Márton a bírája, tehát ezen a napon a bort mindenképpen meg kellett kóstolni. A mártonnapi újbor kóstolgatásának szertartása a bort és a pincék sötétjét övező misztikummal kapcsolódott össze. A must ilyenkor változott borrá. Az egész évi fáradozás gyümölcse ekkor mutatkozott meg. Az eredménnyel pedig szívesen el is dicsekedett a boros gazda. Ennek kapcsán beszélgettünk szakértőnkkel, Vesztergombi Csaba borásszal. A népi megfigyelés alapján a szüretet követően általában Márton napjára erjedtek ki az új borok. Ezután kezdték Szent Mártonhoz kötni az új bor fogyasztását. Új bornak egészen más a háttere és a jelentősége mai világban, mint régen. Ugye régen sokkal jobban várták talán az új borokat, hiszen a akkori technológiákkal sokkal nehezebben tudták tartósítani vagy eltartani a borokat. Az óbor az már nem biztos, hogy évezeti értékben azt tudta adni, mint egy új, és az új az mindig friss volt, könnyű volt, jó volt. A mai világban is ugye azért várjuk és szeretjük az új borokat, mert egy nagyon friss, elsődleges aromákkal rendelkező, gyümölcsös, virágos, könnyű, fehér, rozé, vörös bort tudunk kóstolni. Jellemzően ilyenkor a savkészlet egy kicsit élénkebb, frissebbnek érezzük a borokat. Rozét azt könnyen és korán el lehet készíteni, főleg egy olyan fajtából, mint a Pinot Noir, mi ebből készítjük az új borunkat, de ez nagyon változott. Tehát van, aki fehérborból képzeli el az új bort, főleg fehérboros vidékeken, de itt szekszárdi borvidéken is többen foglalkoznak fehér új borral, és egész sokan képzelik el vörösborként az új bort, ugye, portugézerből, tvegetből, kékfrankosból lehet egész jó vörös újborokat is készíteni. Újbornak vagy fiatalbornak hívjuk azokat a nedüket, amelyeket még a szüret évében palackozzák és forgalomba hozzák. Jellemzőjük, hogy friss, illatos szőlőízeket és illatokat hordoznak, és gyakran enyhén szénsavasak. A novemberi egészséghónap programsorozat keretében szűrővizsgálatokat rendezett a Tolnai Kulturális Központ. Az eseményen a Szekszárdi és a Bonyhádi Egészségfejlesztési Iroda munkatársai végeztek többek között vérnyomás, szénmonoxid, inbody testösszetétel és érszűkületmérést. Ez egy orvosi műszer, amely megmondja, hogy a testünk miből áll. A Tolnai Kulturális Központ novemberi egészséghónap programsorozat keretében ezúttal ingyenes szűrővizsgálatokat biztosított a megjelentek számára. A Bonyhádi Egészségfejlesztési Iroda alsó végtagi érszűkületvizsgálattal és inbody testösszetételméréssel készült. Utóbbi megvizsgálja a páciens teljes testvíz, zsírfehérje és ásványi anyag adatait. A Bokakar Index vizsgálat során pedig a lábakban lévő artériás keringést figyelték, mondta Daniné Turcsányi Éva, az intézet vezetője. Ha olyan értéket mérünk, ami utána orvosi gondozást igényel, akkor mindenképpen javasoljuk, hogy a háziorvoson keresztül indítsák el a kivizsgálási folyamatot, illetve ha olyan szív- és érrendszeri kockázatokat látunk, ami befolyásolhatja ezeket az értékeket, és életmóddal változtatható, akkor minden esetben adunk életmód tanácsokat is az itt megjelenteknek. A Szekszárdi Egészségfejlesztési Iroda munkatársai többek között vérnyomás, szénmonoxid, véroxigén és diabétesz mérést végeztek. A mért eredmények alapján életmód tanácsadást is kínáltak a résztvevőknek. A szűrővizsgálatok fontosak, mondta Porthelyzerné Szabó Ildikó, az intézet munkatársa. A legtöbb betegség még tünet nélkül van, és például egy vérnyomásméréssel kiszűrhetjük, hogyha fölmegy valakinek a vérnyomása, és ez nagyon fontos, hogy az emberek figyeljenek az egészségükre, és például a vérnyomásméréssel nagyon sok kardiovaszkuláris betegség megelőzhető, hogyha időben észlelik a magas vérnyomást. A dohányosok számára is készültek mérésekkel. Ezek kimutatásával a leszokásra való hajlamot próbálják elősegíteni. A szénmonoxid egy nagyon veszélyes anyag, megköti az oxigén helyét a vértestekben, és kvázi fuldokolnak a sejtek. És amikor ezzel szembesül valaki, egy erős dohányos, akkor tehát ez képletesen megmutatja neki, hogy ez milyen károkat okoz az ő szervezetében, és akkor tudunk neki segíteni az elhatározásban, hogy döntse el, hogy leszokik a dohányzásról.
A programsorozat legközelebb november 18-án folytatódik. Újabb segítséget és könnyítéseket kapnak a kistermelők, kihasználva az uniós lehetőségeket, kiemelten támogatják őket, mondta Nagy István agrárminiszter. Hozzátette, minisztériumi rendeletben könnyítik a kis mennyiségű helyi élelmiszer előállítás és értékesítés higiéniai feltételeit. A rendeletnek köszönhetően így már nem csak természetes személy végezhet kistermelői élelmiszer előállítást, hanem az őstermelők családi gazdaságai és a szociális farmok is. A miniszter tájékoztatása szerint emellett egyszerűsítik az elejtett vad kezelésének és értékesítésének élelmiszer higiéniai feltételeit is. Az új szabályozás lehetővé teszi ugyanis a hentes üzletek számára a friss vadhús átvételét és az abból történő húskészítmény előállítását is. A miniszter kiemelte, az a céljuk, hogy a vásárlókhoz minél több friss és biztonságos élelmiszer juthasson el közvetlenül a termelőktől. A rövid ellátási lánc jelenti ugyanis a felelős és környezettudatos vásárlás alapját. Ez teszi lehetővé a termékek gyors és hatékony szállítását is a termelőtől a fogyasztóig, mondta Nagy István. Januártól igényelhető támogatás a vállalati zöld energia tárolói programban, közölte az Energiaügyi Minisztérium. A közlemény szerint a kormány 62 milliárd forintos keretösszeggel ösztönzi a hazai vállalkozások villamos energiarendszer rugalmasságát fokozó, a zöld energia hatékonyabb hasznosítását és elősegítő fejlesztéseit. A cégek beruházási támogatást és bevételkompenzációt nyerhetnek el a január közepén megnyíló pályázati felhíváson, jelezték. A hétfőn közzétett kiírás alapján legkésőbb 2026 májusáig kiépülő energiatárolók több mint 20-szorosára növelik a jelenleg mintegy 20 megawattos hazai kapacitást. Az Energiaügyi Minisztérium jogalkotási és pénzügyi ösztönző kombinációjával tervezi növelni az energiatárolási piac méretét, tették hozzá. A karácsony megelőző időszakban egyre jellemzőbb, hogy az ünnepi vásárlást online intézzük. Számos apróságra kell odafigyelnünk, hogy ne legyünk csalás vagy adathalászat áldozatai. A Nemzeti Média és Hírközlési Hatóság összegyűjtötte az online vásárlással kapcsolatos legfontosabb tudnivalókat. Közleményünkben azt írják, az eddig ismeretlen, de a kiemelkedően kedvező ajánlatokat kínáló webáruház vagy online piactéren talált eladó esetén javasolt megbizonyosodni annak megbízhatóságáról. Fontos ellenőrizni a kereskedőket, olvassuk el a véleményeket, tájékozódjunk. Karácsonyhoz közeledve egyre fokozottabb lesz a csomagforgalom, ezért érdemes az online vásárlásokat is minél korábbra időzíteni, hogy a kiválasztott termék időben megérkezhessen. Ha a Távol-Keletről, az Egyesült Királyságból vagy más EU-n kívüli országból szeretnénk beszerezni az ajándékot, tartsuk szem előtt, hogy 2021. július 1-től minden úgynevezett harmadik országból érkező e-kereskedelmi postai küldemény automatikusan áfa kötelessé vált, és vámeljárás alá esik. A Szociális Munka Napja alkalmából szervezett ünnepség keretében átadták a Molnár Józsefné díjat. Idén Kovács Solymosi Anita vehette át. A Család és Gyermekjólétű Szolgálatnál 2007. december 1-én kezdte munkáját. Itt elsősorban családgondozással, krízishelyzetek megoldásával foglalkozott kezdetben Bonyhád városában, majd Mucsva és Váraja településeken is. 2016. január 1-től a szolgálat és a központ különválása miatt a Család és Gyermekjóléti Központ vezetője lett. Kovácsné Solymosi Anita a Család és Gyermekjóléti Központ szakmai vezetője vehette át Filóné Ferenci Bolya polgármestertől a Bonyhádi képviselőtestület által alapított Molnár Józsefné díjat a Szociális Munkanapja alkalmával zajlott ünnepségen. Ez egy hatalmas megtiszteltetés nekem, és nagyon-nagyon örülök és nagyon hálás vagyok azért, hogy az eltelt 16 éven munkáját így jutalmazzák ezzel a díjjal. Kovácsné Solymosi Anita a Bonyhádi Család és Gyermekjóléti Központ dolgozói által alapított Életút Kistérségi Közhasznú Egyesület elnök helyettese is, mint mondja. Ez azért jött létre, hogy a gondozott családjainkat gyerekekkel együtt segíteni és támogatni tudjuk. Nagyon sok szakmai programot
tartunk, játszóházakat, prevenciós programokat szervezünk, elvisszük a gyerekeket olyan helyre, ahova a családjukkal sajnos nem tudnak eljutni, és mi ebben próbálunk egy picit segíteni a családoknak. Munkájában a gyerekek örömét szereti a legjobban, és ez a legnagyobb motiváló ereje is a nehezebb időszakokban. Regionális híreink következnek. Az első világégés áldozataira emlékeztek Pécsen. A béke fontosságát hangsúlyozták a katonatemetőben. Képzések, álláslehetőségek Baranyában. Egészhetes programot szervezett a kormányhivatal. Nemzetközi siker a szakmák versenyén. Európa bajnok a baranyai szobafestő. Az első világháború 105 éves évfordulóján tartottak megemlékezést a pécsi köztemetőben pénteken. Az eseményen a béke fontosságáról, az értelmetlen öldöklés szörnyűségeiről szóltak a beszédek. A pécsi parcellában 14 nemzet, mintegy 1800 katonája nyugszik. Koszorúk a pécsi köztemető első világháborús parcellájánál pénteken, idén a nagy háborúnak nevezett harcok 105 éves évfordulóján megemlékezést tartottak a baranyai nyughelyen, ahol a vármegyei önkormányzat elnöke is beszédet mondott. A háború, amely nem tiszteli az emberi életet, a családot, a biztonságot, a nemzetek szuverenitását. Kedves emlékező baranyaiak, pécsiek, kedves fiatalok! Ezek a katonasírok az első világháború borzalmait, értelmetlen pusztítását idézik fel számunkra. Ezek a sírok ma is figyelmeztetnek, Európa csak békében élhet, csak békében maradhat meg. Több éve már a novemberi megemlékezéseken a Szabolcs Hadtörténeti és Hagyományőrző Egyesület tagjai korhű katonai öltözékben vesznek részt az eseményen. Elnökük azt mondja, hiába volt régen az első világégés, mindig emlékeznünk kell rá. Aki a múltját nem ismeri, az a jövőt nem érdemli. Ennyire egyszerű, és hogyha ez kötelességünk, tehát a generációknak is, mert ugye főleg az első világháborúban elvesztettünk az országunk kétharmadát, több százezer halott, és az a sok kín, amit a lakosságot ért, arról meg nem is beszélve. Az országban több helyen tartottak hasonló megemlékezést, mondja a Honvédelmi Minisztérium munkatársa. Szalai Bobrovicski Kristóf, Magyarország honvédelmi minisztere, a fővédnöke a mai rendezvényünknek, hiszen 105 éve fejeződött be az első nagy világégés, és úgy gondolom a pécsi nemzetközi katonai temető az egyik, hogy is mondjam, legillusztrisabb helyszíne annak, hogy egy ilyen jellegű megemlékezést tartsunk. A dandártábornok is a béke fontosságát emelte ki a világháborús megemlékezés kapcsán. Minden egyes ilyen megemlékezés és minden egyes katonai temető a mai napig is üzenetet hordoz. És a legfőbb üzenete pedig az, hogy jobb a béke, mint a háború. Én úgy gondolom, hogy tartanunk kell magunkat ezekhez a rendezvényekhez, és meg kell emlékeznünk a hősökről. Legyenek azok bármilyen nemzet tagjai, bármilyen vallásúak, bármely felekezethez tartozók. Itt ők már testvérek, együtt alusszák örök álmukat, és ők emlékeztetnek minket arra, hogy a béke, ahogy említettem, valóban csak jobb lehet, mint egy háború. A pécsi köztemető első világháborús parcellájában 14 nemzet, közel 1800 katonája nyugszik. A nagy háborúban egyébként közel 20 millióan haltak meg. A pályaválasztásban szeretne segíteni a Baranya vármegyei kormányhivatal a fiataloknak, ezért egy egész hetes programsorozattal várják az érdeklődőket Pécsen és más helyszíneken. Az esemény sorozathoz kapcsolódik egy állásbörze is, ahol a baranyai munkalehetőségeket mutatják be az álláskeresőknek. A Baranya vármegyei kormányhivatal az idei évben is szakmai rendezvényekkel segíti a fiatalok pályaválasztását. A diákoknak szervezett oktatási és képzési bemutató ezúttal állásbőrzével is kiegészül. A november 13-ai héten minden nap a képzési és állás lehetőségekről szól majd a vármegyében. A Baranya vármegyei kormányhivatal az idei évben is megszervezi a pályaválasztási kiállítássorozatot,
Az első két nap Pécsen a Tudásközpontban várjuk az általános iskolában végzős diákokat, harmadik nap pedig szintén a Tudásközpontban egy képzési és állásbörze kerül megszervezésre, ahova a középiskolában végzős diákokat várjuk, illetve azokat az álláskeresőket, vagy munkát váltani szándékozó személyeket, akik ugye munka iránt érdeklődnek. Negyedik nap Szigetváron tart a kormányhivatal szintén pályaválasztási kiállítást, pénteken pedig Mohácson lesz a helyszín a pályaválasztási kiállításnak. Nem csak a diákokat várják a pályaválasztási rendezvényre, mondja a főosztályvezető. A pályaválasztási kiállítás elsősorban ugye a diákok pályaválasztását kívánjuk elősegíteni, tehát hogy szeretnénk nekik megmutatni a teljes Baranya vármegyei palettát, hogy milyen széles képzési kínálatból választhatnak. Várjuk esetleg a szülőket is, hogyha szülők szeretnének eljönni, hiszen azért tudjuk, hogy azért a szülőknek is van beleszólása a gyerekek pályaválasztásában, tehát elsősorban ebben kívánunk nekik segíteni. Harmadik nap az állásbörzén, ott pedig Baranya vármegyében elérhető összesüles állásajánlatot, illetve azokat a munkahelyeket szeretnénk felvonultatni és megmutatni az álláskeresőknek, ahol most éppen kapacitás hiány van, és a munkáltatók keresik azokat a munkavállalókat, akik szeretnének náluk dolgozni. Pécsen a Tudásközpontban tartják az eseményt, ahova a vidéki fiataloknak is segítenek eljutni. Buszokkal szállítják majd ide a vármegye településeiről a pályaválasztás előtt álló 7.-8. osztályos diákokat kedden. Szerdán pedig a végzős középiskolásoknak, valamint az álláskeresőknek mutatják be a vármegyei állás lehetőségeket, ugyancsak a Tudásközpontban. A rendezvényen mintegy 45 standon mutatkoznak be a kiállítók. Első helyezést ért el a Lengyelországi Szakmák versenyén Zimmer Bálint festő, díszítő festő. A Szakmák Európa bajnokságán az Euroskills Gdansk 2023 versenyen a 20 éves kölkedi fiú egyedülálló módon érte el a sikert. Az Európa bajnok festő sikerének titkát osztotta meg stábunkkal. Az első helyet szerzett aranyérmes Zimmer Bálint elmondta, az Euroskills versenyen egy versenyző két versenyen indulhat, egy Európa és egy világbajnokságon. Bálint tavaly Olaszországban volt világbajnokságon, ahol 5. helyezést ért el. Ennek köszönhetően mehetett idén a lengyelországi Gdanskba, ahol Európa bajnok festő lett szakmájából. Valamennyivel könnyebb feladat volt, mint a tavalyi, és sokkal jobban tudtam készülni az idei versenyre, mint a tavalyira, mert előre megadták a feladatot, hogy mi lesz, és ezért itthon, ugye, tehát Budapesten, ahol a felkészítés folyik, tehát ott 7-szer meg tudtam csinálni egymás után a feladatokat, és ezért sikerült ezt a jó eredményt elérnem, és ennyire nagy fölénnyel nyerni a mezőnyt. Egy összetett feladat várt a versenyzőkre, miszerint tapétázni, ajtót mázolni kellett, és volt egy design feladat is, ami egy szerkesztési és nagyítási munka volt. Ezen kívül a gyorsaságot is figyelembe vették, de itt már nem szabad kézzel kellett festeni, hanem maszkoló szallaggal kiragasztani a mintákat. Végül volt egy szabadon választott díszítő munka is, egy régi antikol csempe hatású falat készített, avatott be a verseny rejtelmeibe a kölkedi Bálint. Komoly szakmai zsűri értékelte a munkákat. Mindent néztek. Tehát az, hogy mennyire tisztán dolgoztunk, amit nem kellett ugye nekünk színesre festeni, az mennyire maradt tiszta, mennyire volt szemetes a fal, akkor a tapétázásnál, ajtóknál, festésnél mindenhol derékszögi a sarok, tehát minden sarkokat, éleket, hogy nincs benne semmilyen hullám, tehát mindent néztek, hogy folytas-e a festék, nagyon sok mindent. Aki hozzá hasonló eredményt ért el, az megkapta a mestervizsgát, ami azt jelenti, hogy a későbbiek során a gyakorlati részből felmentést kap. 36 országból vettek részt az Euroskills Gdansk 2023 Európa bajnokságon. Összesen 22 szakmából 26 versenyző szerepelt a lengyelországi Európa bajnokságon. Magyarországról 15 festő mutatta be tudását, ebből 10 lány és 5 fiú mérette meg magát. Bálintot, akik elindították ezen az úton, Batthyány József, Vensovszky Péter, Csáki Csaba, támogató volt Horváth József és Miavec István. Végül mutatjuk Tolna vármegye legfontosabb híreit még egyszer röviden. Lámpások világították meg az iskolák auláját. Mártonnapi ünnepség a Dombóvári Evangélikus Iskolában. Az újbor ünnepe. Aki újbort nem iszik, egész évig szomjazik. Egészséghónap. Szűrővizsgálatok Tolnán. Idén is kiosztották a Molnár Józsefné díjat. A Család és Gyermekjóléti Központ szakmai vezetője vehette át.
Kedden erősen felhős, borongós időre lehet készülni, szórványosan ismétlődően előforduló esőkkel. Napközben délnyugaton van a legkisebb esélye csapadéknak. Az erős délnyugati szél fokozatosan mérséklődik, délen várható a legenyhébb időjárás. Estétől megnő a csapadék valószínűsége, emiatt az éjszaka első felében országszerte számítani lehet esőre. Hajnalra nyugat felől csökkenni kezd a felhőzet. Friss hírekkel legközelebb kedd este jelentkezünk, addig is kövessék műsorainkat, illetve keressenek minket a Facebookon, ahol naponta friss hírekkel, érdekességekkel várjuk Önöket. Ha látnak valamit, ami Önök szerint figyelemre méltó, akkor azt osszák meg velünk, hogy másoknak is megmutathassuk. Mára köszönöm figyelmüket, viszontlátásra!